a 79 épületeknek összehívott a mai tagérkezetére, szerintem mindenkinek világos, hogy ma miért jöttünk itt össze. Ugye az idejében várható nagyobb felújítási munkálatok, illetve rekonstrukciós munkáknak az ismertetése. Sajnálatos módon ezt biztos, hogy jobb lett volna úgy megoldani, hogy először ez a tájékoztató hangzik el, és utána mennek ki ezek a felszólító levelek. Sajnos ezt most az időnek a szűkössége miatt ez nem tudtuk így összehozni. A kiküldésről ugye tájékoztattuk a Jósit is, hogy a kiosztásnál mindenképpen mondja, hogy a tájékoztató munkálatok megkezdése előtt biztos, hogy ez egy kicsit így nagyobb volt, mert hogy bárig az említettük már ezt a februári tagérkezeteket, hogy mire lehet számítani, sajnos akkor csak a gázfelújításról tudtunk pontosabb számokat mondani, azt a számot azt mind a mai napig tudjuk tartani, viszont ez a katasztrófa védelmi ellenőrzés, illetve ezeknek a hiánypótlásoknak a pótlására kiadott kötelezettségnek a költségeit, ezt akkor még nem tudtuk, hiszen kezünkben sem voltak ezek a határozatok. Na, én megpróbálnám így az elejét felvázolni az egészet, a kezdeném a gázszerelése, ami az épületet érinteni. Ami a legfontosabb, hogy egy tavaly kijött a 2012-es nemzetgazdasági minisztériumi rendelet, amely kimondta, hogy a 81 előtt használható épületeknek a gázszabványosításán felülvizsgálatát idén év december 31-ig el kell végezni. A 81 után használható épületekért pedig jövő év december 31-ig. Az önök épület ugye 81 elé esik, tehát ezeknek idén kell elvégezni ezeknek a gázszabványosítási munkálatait. Ami ezt akar, tehát a csatlakozási ponttól a felhasználói berendezési történő felújítás. Hogy pontosabban mi is ez, a közös részeken az alagsúlyi strangerzálóknak a cseréje, amennyiben található hegesztett menetesfűtések, azok megszüntetése, központi főelzáró beépítés az épületen belülre, a lakáson belül a gáztűzhelynél a félszoros elzárógolyó csak cseréljen sárga tekerősen, most így, hogy mindenki értse, ez egy zártházas gömbcsap. A palotai többségében még ezek a régi részklubos csapok vannak elhelyezve, ez semmiféle fajta mai szabványnak sajnos nem felelne meg. Valamint a bekötő flexibilis vezetékek cseréje, egy ilyen dekoratív sárga műanyag kurkás kör, ami elég jól látható, hogy ez egy új vezeték. Most jelenlegi szabályozás szerint ezek az előírások, nyilván a hozzátartozó kisebb szerelvényekkel kiegészítik őket. Valamint még mindenképp el kell mondani, mivel itt ezen az épületen nincsenek ilyen spájszerűz ablakok, tehát a külső homlokzati szerűzőrák csak nincsenek.